Az autókeden belül a vonalrajzoló parancs mellett a második leggyakrabban használt utasítás a körrajzoló utasítás vagy a körparancs. Ezt legkönnyebben a kezdőlap panelről adhatjuk ki a kör ikonra klikkelve. Tegyük is ezt most meg az egér bal gombjával. Ha megnyomtuk a kör ikont az egér bal gombjával, akkor láthatjuk, hogy a parancsolba kiadta a körrajzoló utasítást a rendszer. Először azt kéri tőlünk az AutoCAD, hogy adjuk meg a kör középpontját. Ezt megadhatnánk numerikusan, koordináták begépelése mellett, például a 100 vessző 100 derékszögű koordinátapár begépelése után, ez lenne a kör középpontja, vagy pedig megadhatjuk a szálkeres segítségével. Most klikkeljünk a modelltéri tetszőleges helyére. Ilyenkor megadtuk a kör középpontját. Ha megmozgatjuk a szálkeresztet az egér segítségével, akkor a gumivonalon keresztül beadhatjuk, bevihetjük a kör sugarát is. Természetesen ezt itt megadhatjuk numerikusan a parancsolon keresztül, ha beütjük a parancsolba azt, hogy 100, és utána nyomunk egy Enter, akkor a kör sugara 100 rajzi egység lesz. Tulajdonképpen létre is jött az első kör rajzelemünk. Sok esetben viszont más paraméterek mellett szeretnénk létrehozni körrajzelemet. Most hozzuk létre a kört a parancsolon keresztül. A kör parancs rövidítése a K. Ha beütjük ezt a parancsolba, akkor láthatjuk, hogy megtalálja a K rövidítés alapján a kör parancsot, a parancsol, üssünk egy Entert. Azt mondja, hogy adjuk meg a kör középpontját. Most újra a szálkeres segítségével adjuk meg ezt a modelltérben egy tetszőleges pozícióban. Klikkeljünk az egér bal gombjával. Ezután most nem a sugárértéket akarjuk bevinni, hanem az átmérőt. A kapcsolzáró jelek között látható, hogy ott van az átmérő belső funkció. A nagy A betű van kékkel színezve és nagy karakterrel szedve, ezért gépeljük a parancsolba be, hogy A, majd üssünk egy Enter. Ezután nem sugárértéket, hanem átmérő értéket kér az AutoCAD, ezt adjuk meg 400-nak, és üssünk egy Entert. Létre is jött a körívünk, amelynek az átmérője 400 rajzi egység. Tulajdonképpen ennyi lenne a körrajzolás az AutoCAD-be, természetesen más paraméterek mellett is létre lehet hozni körrajzelemet, de azt egy másik videóban fogjuk áttekinteni.